Gyengének érezzük magunkat a nyári melegben. A hűsok, a hőkimerülés, ahogyan az a nevében is benne van, általában a test hőmérsékletének a felemelkedésével jár. A hőemelkedésre a központi idegrendszer a legérzékenyebb. Idegrendszeri tünetek fognak jelentkezni, álmosság, kimerültség érzése, esetleg tudatváltozás. Ezt követően jelentkeznek a perifériás idegrendszeri tünetek is, az izombeidegzési zavara jelentkezik, izomgyengeség, izomgörcsök, akár rángatózással járó rosszulét is megjelenhet. Kánikula és hőségriadó esetén is jó odafigyelni arra, hogy hűs folyadékot vegyünk magunkhoz többször naponta kis mennyiségekkel. Érdemes olyan helyiségben tartózkodni, amit naponta többször is át tudunk szellőztetni. Abban az esetben, hogyha munkahelyen, autóban, lakásban van klíma, lehet használni a klímát, de ezt nem hűtőszekrényként kell használni, hanem egy egészséges, elviselhető 22-22,5 fokos temperált hőmérséklet beállítása, ez tökéletesen elegendő. Ha felismertük, hogy nekünk most hőgutánk van, rosszul vagyunk, akkor mindenféleképpen el kell kezdeni hűteni a szervezetet. Ezt megtehetjük belülről és kívülről is, abban az esetben, hogyha a tudat megengedi és jól kooperál még a páciens, és tud nyelni, akkor hűvös hideg folyadéknak a kortyonkénti fogyasztása ezt belülről el tudja kezdeni bizony hűteni a szervezetet, és kívülről a legalkalmasabb ugyanaz, mint a gyermekek láza esetén a hűtő-fürtő. Ennek nem feltétlenül kell a klasszikus hideg priznicnek lennie, hanem egy kíméletes, emberséges, az aktuális testhőmérséklettől indulva, fokozatosan hűteni egy onnan induló egy-egy fokkal hűvösebb vízzel, leginkább zuhanyoztatni a szervezetet, ami egy állandó hőmérsékletet biztosít, és a test felszínen felmelegedő vizet is eltávolítva mindig friss és új, alacsonyabb hőmérsékletű vízzel hűti a test felszínt. Amennyiben autóban ülve nagyon lecsavarnánk a hőfokot, vagy bent a szobában használnánk hasonlóan a klímát, és onnan kimennénk a szabadba, a forró melegre, akkor is előfordulhat, hogy igen rosszul éreznénk magunkat. Ezek a nagy hőkülönbségek ugyanúgy hirtelen jelentkezhetnek a dezorientációban, a koncentráció csökkenésében, reakcióidőváltozásban, reakcióidő megnyúlásban, éppen ezért semmiféleképpen sem az autóban vezetés közben, sem pedig a hűvösről, a nagyon melegre kimenve, ezek nem tanácsosak. Egy nagyon típusos esete ennek az, amikor egy hűvösebb pincében a nyári szabadság alatt sikerül elfogyasztani jól esően egy-két pohár hűvös bort, és utána kimegy a nyaraló vendég a hűvösről a nyári napra, rendszeresen rosszul lét lesz ennek hirtelen a vége. Ha a közelünkben lévő ismerősünk nem tud magán segíteni, és mi sem tudunk rajta segíteni, akkor sürgősen mentőt kell hívni. Korcsoport tekintetében két korosztályt kell kiemelni, akik fokozottan rosszul viselhetik a hőséget. A kifejezetten kicsik, gyermekek, akiknek még nem fejlődött ki rendesen a hőmérséklet szabályozó rendszerük, csecsemők, kisgyermekek, illetve egy picit nagyobbak, akik még nem tudnak cselekedni az ellen, hogy tudják magukat hűteni, és tudjanak alkalmazkodni a környezethez. Illetve az idős korosztály, akiknél már szintén a hőregulációnak zavara van, a folyadékfelvételnek az igénye nem jelentkezik, a szomjúságérzés nem jelentkezik, ezért nem is tudnak és nem is akarnak bevinni maguknak folyadékot. Ugyanakkor vannak egyes veszélyeztetett munkaterületek is, így a mezőgazdaságban dolgozók, építőipari munkások, tetőfedők. Ők nem csak a nagy melegben, de egy direkt UV-sugárzásnak kitett területen dolgoznak, sokkal könnyebben melegszik fel a teljes testük. Az erdőtelki gyermekek idén is úszhattak a boldogságban. Egy fergeteges habparti várta őket július 1-én a kastély napon. A településen nem első ízben rendeznek igazi programkavalkádot a kastélypark területén. Mint ha csak egy gyermeknapon járnánk, a kisebbek kikapcsolódását nem bízták a véletlenre. Kiki kedvére ugrálhatott, kézműveskedhetett, játszhatott. Erdőtelek mindig egy jó hely, nagyon jó bulik vannak. Itt van a kastélynap, amely 2015-ben lett először megszervezve, és polgármester asszony képviselőtestület, a hivatali dolgozók nagyon lelkesen
csinálják. A fiatalok, de a felnőttek is megtalálhatták, ami nekik kedves, koncert hátán biztosított mindenkit a jó hangulatról. Kísérő programokat is szerveztek üzemlátogatással, kastélysétával, kiállítással, népi játékokkal, arcfestéssel, portrérajzolással. Jó programok vannak, Huligánz, Nótármévi, Irigy Hónajmégy, gyerekek föllépése, különböző kiegészítő programok, főzőverseny, mi egymás, és az SBS Kft. Is segíti őket, rengeteg közmunkás dolgozik itt, mentők, rendőrök, polgárőrök, egyszerűen összefog a település a pillanatja. A hangulat nagyon jó, mindenki mosolog, jó kedvű, időjárás jó, én nagyon jó szórakozást kívánok nekik a mai napra. Igazán jól sikerült a nap, amelyen tekeredett a kígyó, de még a köszönet is hangot kapott. A tömeget elnézve szinte előre borítékolható, hogy egy jó erdőtelki kastélynapnak jövőre sem állnak ellen a környező települések lakói sem. Ha nyár, akkor a gyermekeknek számtalan lehetőségük nyílik tábort választani, amik kikapcsolódáson túl fejlesztő hatással is bírnak egy-egy téren. Számok, nem is olyan félelmetesek, ha játékosan ismerkedünk velük. Dobálós játék, számháború, gyöngyök számolása, zseni zsetonok. Mind-mind nagy segítség lehet abban, ha a gyerkőcöt arra szeretnénk rávezetni, hogy elkezdjen megismerkedni a számok fogalmával. S hogy jól érzi-e magát egy gyermek a kiszeni táborban, ismerkedve a számokkal? Dominik elárulta. Jól érzem magam, nagyon sokat tanulok. Nagyon tetszik a bakusz, mert sokat bírunk rajta számolni, sokat célezünk, sok mindent ad Ági néni, hogy tanulni tudjunk, és nagyon szeret minket, és még jobb. Bármit kitalál nekünk, és nyerhetünk zsetonokat itt a táborba. És az mire jó a zseton? A zseton arra jó, hogy lehet venni ilyen játékokat, amik ki vannak rakva ilyen üvegekbe, és meg lehet nyerni azzal, ki van számozva, és amennyi zsetonod van, azt lehet megvenni. 60-ban nyári napközis tábort szervezett óvodás, iskolás gyermekek számára a Kiszeni iskola. A számokkal való ismerkedés már csak azért is hasznos, hogy értse a gyermek, zseni zsetonok számában vagy árban, mi a különbség, ha egy gombóc fagyit szeretne például kérni, vagy egy fejhallgatót. A Kiszeni nyári táborban a gyerekek rengeteg kalandban vesznek részt, amellett, hogy megismerkednek a Kiszeni módszertannal, megtanulhatják, vagy kicsit bele tudnak nézni abba, hogy hogyan is működik az abakusz, hogyan kell használni, de persze a hangsúly a játékon van, a sok mókán és a kalandon. Igyekszünk kinti programokat is szervezni nekik, akadályversenyt számháborúztunk például a napokban, emellett pedig rengeteg kézműves foglalkozással is készültünk a gyerekeknek, hogy maradandót is tudjanak alkotni. S bár a számháborúval is sokan most ismerkedtek meg, igazi meglepetést jelentett az abakusz is, amely a historikusok szerint az első számolóeszköz lehetett, ősi formáit szinte minden ókori kultúrában megtalálták. Először idegen volt nekik, és nem igazán értették, hogy ez hogyan is működik, de aztán, mikor rájöttek, hogy én felhúzok egy bogyót, két bogyót, akkor én azzal össze tudok adni, kivonni, és olyan sikerélményük volt, és mondták, hogy jaj, de jó, még játszunk vele. Igazából ezt egy játéknak fogták fel, nem is gondoltak bele, hogy ez esetleg tanulás, és most itt éppen összeadunk, kivonunk. Júliusban még két további turnust szerveznek, ahová még egy-egy hely nyitott, szabad a jelentkezés. Aki pedig a táborban kedvet kap a számoláshoz, a szeptemberben akár folytathatja is a kiszeni képzéseken. Rocknapot tartanak Petőfi bányán a Művelődési Ház szabadtéri színpadán délután 5 órai kezdettel. A rocknapra a belépés díjtalan. Fessünk együtt a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumban. Prihoda Judit festő és grafikus művész vezetésével múzeumi festőműhelyt hirdetnek. A most induló, több alkalmat magába foglaló képzéssorozat első foglalkozására július 8-ára várnak minden érdeklődőt délután 3 órától fél hétig. Egy foglalkozás díja 16 000 forint. Érdeklődni és jelentkezni a 0620 960 5737-es telefonszámon, továbbá a képen is látható elérhetőségen lehet.
Július 10-től 14-ig nyári napközés kalandos tábort szerveznek Hevesen 8-13 éves korú fiatalok részére lovaglással, úszással, bowlinggal, kézműveskedéssel, de lesz darts, hip-hop, küzdősport, tenisz és atlétika is. A részvételi díja 20 000 forint. Jelentkezni a Hevesi Művelődési Központban lehet. Szombaton friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte igazi strandidőre van kilátás sok napsütéssel. Csapadék nem várható, keleten még élénk lehet az északi északkeleti szél. A csúcshőmérséklet 60 térségében 31 fok körül alakul. Vasárnap már 33 fok körüli maximumot mérhetünk, továbbra is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg átmenetileg. A jövő hét elején is sok napsütés várható, csak kevés helyen alakulhat ki zápor, zivatar. A nyugati, északnyugati szél hétfőn csak helyenként lehet élénk. Forró napok jönnek, a csúcshőmérséklet hétfőn 35 fok körül alakulhat.